káva szó, vagy káva szó, amit Q-val, H-val, W-vel, akárhogyan élnek az angol szász irodalomban, ez akkortájt italt jelölt, mégpedig gyümölcsből készített, néha erjesztés útján készített italt. Hogy néztek ki az első pesti kávéházak? Erre nézve csak a 18. század legvégétől vannak hiteles adataink. Egy cifra kávéház a Duna hídjánál vagyunk, és én szebbet nem is láttam annál. Kérdés, ha nem szebbé Vénusz templománál. Tele volt, azért is álltam ajtaján. Az oldalfalak hosszanta elfutó boltíveibe, arabeszkek és füzérektől környezve, egy-egy jeles magyar előd arcképét festeti al fresco. Ha felemeled a szemed, mit látsz? Onnan lehetett nézni a lányokat. Asztalok között ment a nézelődés, szemezgetés. Ismeretségek köttettek, és arra is van adatunk, hogy egy gyerek a kávéházba jött a világra. A kávéházak nem attól lesznek kávéházak, hogy szépek. Akár szegény, akár gazdag, akár kőműves, akár művész. Hogy hát, hogy kik járnak bele. Némelyek az Offner Zeitung politikai hírei fölött vitáznak, mások a legjobb trágyáról értekeznek, ismét mások pedig az asszonyok példátlan fényűzése ellen mennydörögnek, annál nagyobb tűzzel, mivel saját hajlékukban egyetlen szóval sem szabad egy botrányos tárgyat megemlíteniük. Európa történelmének az összes demokratikus forradalma mind kávéházakból indul, ezért is fontos az, hogy a hatalom, ha nagyon elborul az agya, akkor a kávéházakat azonnal be kell, hogy zárassa, mert fél tőlük. A kocsmákat azokat mindig engedik. Molnár Ferenc elkérte a kulcsot, és azt kivitte, beült egy konflisba, kiment a Dunához, és bedobta, hogy ez soha többet ne legyen bezárva ez a kávéház. Az emberek, akik errefelé laknak, jöjjenek le ide, és akkor találkozunk. Igazán a kávéház mostanában olyan, mint a templom. Minden embernek beszabad menni, szegénynek úgy, mint gazdagnak, és mindenki megtalálja benne a maga helyét, éppen úgy, mint az Isten házában. Ez egy csodálatos történet, és én komolyan imádkozok, hogy maradjon is.